Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat Máté evangélium a 15. fejezetéhez. Máté evangélium a 15. fejezetéből a 18. verset olvasom, mint az Isten tiszteletünk alapigéjét. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert, mondta Jézus. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Úgy tapasztaltam az eddig életem során, és gondolom, hogy ebben nem tudtok megcáfolni ti sem, hogy a legtöbbet talán a beszédünkkel vétünk az Isten ellen. Gyakran megszomorítjuk a Szent Lelket, és ezzel önmagunkat olyan állapotba hozzuk, hogy a Szentlélek a szívünk ajtaján kívül kénytelen lenni. Mert a bűneink távol tartják magunktól az Istent, és nem tud hatékonyan munkálkodni az életünkben. És nagyon sokszor a szavaink azok, amelyek távol tartják az Istent az életünkből. Sajnos ebben én sem vagyok kivétel. De utána néztem a Szentírásban annak, hogy honnan származnak ezek az Úrhoz nem méltó szavak, amelyek olykor kijönnek a szánkon. Az ember milyen állapotba került a bűn miatt? Ezt is megnézzük röviden. És hogyan szabadulhatunk meg ebből az állapotból, és milyennek az alapvető feltétele, pillére az életünkben? Balga mondásnak tartom, bár az emberek gyakran az őszinteség jeleként mondják el azt, hogy ami a szívemen van, az a számon. Én biztos, hogy megmondom neked a véleményemet, bármi is legyen az. Van ebben egy kis igazság, bár nem helyes dolog ez a magatartás. Az igazság benne az, hogy mindig az ember azt szólja ki a száján, ami a szívében van. Akaratlanul is. Jézus, amit a farizeusoknak mondott, bizony sok esetben ránk is vonatkozik. Máté evangélium a 12. fejezetéből, így olvasom az Isten igét a 34. verstől. 35. verstől. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő jó szívének jó kincséből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszakat. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Tehát honnan származnak ezek a hiába való szavak, amelyek megfertőztetik az embert? Jézus azt mondta, hogy a szívből származnak. A jó ember a szívének jó kincséből jókat hozza elő. A gonosz ember a szívének a gonosz kincséből a gonoszat hozza elő. Mert a szív teljességéből szól a száj. Nem véletlenül mondta a bölcs Salamon által az Úr, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát és az ajkak álnokságát, távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, fordítsd el a te lábadot a gonosztól. Milyen érdekes, szoktuk idézni ezt az igét a példabeszédek könyvéből. De hogy a vesd el tőled a száj hamisságát, az ajkak álnokságát, azt már úgy nem idézzük. Az úgy lemaradt. Pedig a kettő összefügg ahhoz, hogy a szívünket tisztán meg tudjuk őrizni. Ott van a 15. fejezetben egy másik biblia vers. A nyelv szelítsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. A nyelv hamisság, a léleknek gyötrelme. Bizony, ha most végig gondolnátok, vagy végig gondolnánk az életünket, akkor azt, vagy a mostani helyzetünket, és ha előfordul az, hogy valamitől szenvedünk, két dolog lehet. Vagy azért, mert megbántottak minket, valami olyasmit mondtak ránk, vagy azért, mert mi mondtunk olyat korábban, vagy, és annak isszuk a következményeit, annak viseljük a következményeit. Bizony, Jézus szerint ezek a Istenhez nem méltó szavak a szívből származnak, és ezek megfertőztetik az embert. De nézzünk egy kicsit mélyebbre. Nézzük meg még a Biblia föltár, ennél többet is erre vonatkozóan. Jakab apostolnak a leveléből a 3. fejezetet keressük ki a Bibliánkból. A 3. fejezetből olvasom az 5. verstől. Ezt írja Jakab apostol. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal kérkedik. Íme csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz a gonoszságnak összessége.
Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a Gehennától. 8. verset olvasom. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Hát eléggé döbbenetes dolgokat olvastunk itt Jakab apostol leveléből, beszédre vonatkozóan. Nem csak azt olvastuk, hogy a szívből származnak ezek a gonosz gondolatok, és a szavak, amelyek kijönnek a szánkon, amelyek nem méltóak az Isten gyermekeihez, hanem azt, hogy lángba borítatnak a Gehennától. Ez azt jelenti, hogy a beszédünk és a szívünk közvetlen kapcsolatba kerülhet a Gehennával. Ilyen és ehhez hasonló mélységeket tár fel előttünk a Szentírás. Bizony egy-egy embernek a háborgása hasonlít a működő vulkánhoz, amelyik lavinát és hamut vet föl, de soha semmi jót. Nem véletlenül mondta Jézus Nikodémusnak, és szerintem mondja nekünk is, hogy újjá kell születnetek, vízből és Szentlélekből. Nekünk is arra van szükségünk, mint a samáriai asszonynak, hogy a szívünkből a hit által az örök életre szökelő vízforrás feltörjön a szívünkben. Ne pedig hamu és tűz, amelyek állandóan táplálva vannak a Gehennától. Testvéreim, amit nektek mondok, azt magamnak is mondom. Mindezeket az Isten igéje leplezje le és azonosítja önmagam előtt. A kérdés csak az, hogy szóba állok-e ezzel, hogy talán az én életemben is előfordulhat ez. Szembe merek-e nézni ezzel a ténnyel? A bibliai kinyilatkoztatás és az Istennel való személyes kapcsolat győzi meg a hívő embert arról, hogy az emberi szív azért van ilyen állapotban, mert a test holt a bűn miatt. A Rómaiakhoz írott levél 8. fejezete 10. verse. A test holt a bűn miatt. Itt a test a görögben, a szárx átvitt értelemben a megromlott emberi természetünket jelenti. A megromlott emberi természetünk romlott, tehát holt a bűn miatt. Azaz azok, akik az önző emberi természetük irányítása alatt vannak, azok saját maguk erőfeszítéseire hagyatkozhatnak. Hogyha a Szentlélek nincsen velünk, ha az Isten nem siet a segítségünkre, az ő kegyelmével, akkor az ember önmagától képtelen megtartani az Isten törvényét. Képtelen szeretni. Mindez itt senki számára nem új, amit itt elmondtam, ám attól még szem előtt kell tartanunk. Elmondhatjuk Pál apostollal, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső emberem szerint. De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely rabul ad engem a bűn törvényének, és kiszabadít meg engem ennek a halálnak a testéből. Kiállt föl Pál apostol a megtérése után. Ezt a küzdelmet érzi önmagában. És gondolom, hogy minden megtért ember is ugyanezt a küzdelmet érzi és vívja, mint Pál apostol is. Azonban a szabadulás útját is megmutatja nekünk az apostol. A Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 8. versében, ezt olvasnám föl, akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Nyilvánvalóan, hogy itt nem az emberi testről van szó, hogy akik most emberek, azok nem lehetnek kedvesek Isten előtt, hanem akik a megromlott emberi természet befolyása alatt vannak, Szentlélek nélkül, azok nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. A 9. verset is olvasom. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket is az ő ti bennetek lakó lelke által. Döbbenetes kijelentés ez. Nem azok a keresztények, vagy azok az Istenhez tartozók, akik vallják ezt az ajkukkal, vagy egy hitvallás mögött letették a voksukat, hanem azok, akikben Krisztus lelke lakik. Mert akikben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé, írja a Biblia. Azonban ez a kijelentés a változás kulcsát is a kezünkbe adja.
Ha annak lelke lakik bennetek, aki Krisztus feltámasztott a halálból, akkor ugyanaz a lélek megeleveníti a mi halandó testünket is. Az Isten lelkének az a feladata, hogy a mi erőtlen emberi természetünket erővel ruházza fel. Ezt kérnünk kell, ezért imádkoznunk kell, vágyakoznunk kell ezért. És ameddig a Szentlélek bennünk lakozik, és uralmon marad, addig is csak akkor fogunk tudni engedelmeskedni az Isten parancsolatainak. Amíg a Szentléleknek a bennünk lakozása csak alkalomszerű. Most bűnt követek el, vétkezek az ajkammal, számmal, vagy gondolatban, akkor megszomorítom a Szent Lelket. Akkor nem folyamatos a kapcsolat az Istennel. Amikor eljutok odáig, ebben a küzdelemben, hogy nem alkalomszerű lesz a Szentléleknek a bennem lakozása, hanem törvényszerű, akkor elmondhatjuk az Isten kegyelméből, hogy az Istennel járunk. És lassan megtanulunk úgy élni, hogy a bűnt kiszorítsuk az életünkből. Mert ez lehetséges. Az Isten életszentségre hívott el. Arra, hogy tökéletesek legyünk. Azt mondta Jézus, legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok is tökéletes. A törvényszerűvé kell váljon, így olvasom a Szentléleknek a bennünk lakozása. Így olvasom a Római Levél 8. fejezetéből. Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A bűn és a halál törvény. A bűn következménye, zsoldja a halál, az törvény. És egy másik törvény tud engem megszabadítani Jézus Krisztus által, természetesen. Az élet lelkének a törvény, amikor törvényszerűvé lesz az, hogy az Isten lelke bennem lakik és munkálkodik, akkor tudok igazán szabaddá válni. Na most egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk el. Mi az egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb pillére annak, hogy az Isten lelke bennünk lakozzék? És így a bűn tartósan, majd egyszer pedig örökre száműzhessük az Isten kegyelme révén az életünkből. Mi lehet az? Gondolkodtam ezen, és kerestem a Bibliában. Ez az alap, erre épül fel a többi. Először negatívan adjuk meg erre a választ, adom meg, és utána majd pozitívan is. A Római Levél alapján. Akik a bűn uralma alatt vannak, ezt írja ezekről Pál apostol. És innen fogunk következtetni. A harmadik fejezet, 11. versét olvasom. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak egyetemben, haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. És most figyeljük. Nyitott sír az ő torkuk. Nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Útjaikon romlás és nyomorúság van. És a békességnek útját nem ismerik. Most jön a konklúzió. Nincs Isten félelem az ő szemük előtt. Nincs Isten félelem a szemük előtt. Bizony, hogyha a keresztény ember elszakad az Istentől, akkor lassan, fokozatosan, különböző szinteken, de ugyanide juthat el, mint az Isten nélküli élő ember, hogy nincsen Isten félelem a színe előtt. Mit jelent az, hogy Isten félelem? Bibliában ez egy pozitív kifejezés. Eusabéjász vagy Eulabéjász, mind a két kifejezés szerepel a görögben. Isten előtti mély megrendülést, tiszteletet és szeretetet, hitet jelent. Valami csodálatos leborulást Isten nagysága és fensége előtt. A következő példákból ezt látni is fogjuk. Ott van például Nehemiás. Mi késztette Nehemiást arra, hogy a neki járó járandóságot, ami helytartóként őt megillette, ne vegye föl abban a szorult helyzetben, amiben a nép került, amikor visszatértek a babiloni fogságból. Az Isten félelem volt az. Nehemiás könyvének az 5. fejezetéből idézek néhány biblia verset. Nehemiás könyve, igen, 5. fejezete, 14. verstől olvasom.
Sőt, azon naptól fogva, amelyen Júdának földjére helytartóul rendeltettem, Artaxerszész királynak 20. esztendejétől fogva, 32. esztendejéig, azaz 12 esztendejéig, sem én, sem az én atyám fiai helytartónak járó kenyerét nem ettem. Holott az előbbi helytartók, akik én előttem voltak, terhelték a népet, és vettek tőlük kenyeret, kenyérért és borért 40 ezüst sikuruson felül, sőt, még legényeik is zsarnokoskodtak a népen, de én nem cselekedtem így az Isten félelme miatt. Sőt, még a kőfalon is dolgoztam, mezőt sem szereztünk, és minden így legényeim egybegyűltek ott a munkára. Annak felett a zsidók továbbá másfél száz főember is, akik jöttek valamint hozzánk, a körülöttünk lakó pogányok közül az én asztalomnál ettek. Amint minden napra készítettek, egy ökröt vagy 6 kövér juhot és szárnyasokat készítettek nékem, minden 10 napra való mindenféle bor bőségesen. De minden mellett sem kívántam be a helytartó kenyerét, mert néztem, a szolgálat, mert nehéz volt a szolgálat ezen a népen. Az Isten félelem miatt Nehemiás nem csak, hogy nem kérte a neki járó járandóságot, hanem még ő hívta meg, együtt dolgozott a néppel a falak újjáépítésében, és ő hívta meg az asztalához az embereket étkezni. Az Isten félelem volt az az alap, amire épült az Istennel való kapcsolata Nehemiásnak. De ott van Józsefnek is a példája, a Bibliából jól ismerjük, hogy mi volt az oka annak, hogy Potifárnének a csábításának nem engedett. Ezt olvassuk Mózes első könyvében. Hogy követhetném hát el azt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? Kérdezte ezt József. És mondta Potifárnak, hogyan követhetném el ezt a gonoszságot, és az én Istenem ellen hogyan vétkezhetném? Ott volt a szívében az Isten félelem, és ez egy olyan határút, ez egy olyan mesdje, amit ő nem lépett át. Ott van aztán Ábrahámnak a példája, a minden hívőknek az atya. Mindenki bizony egyedül csak Jézus Krisztus tudja őt felülmúlni. De ott van például Ábrahámmal kapcsolatban, amikor az Istenben bízott, és az Isten szavának engedelmeskedett. Miért cselekedte ezt? Ott van a legnagyobb próbatétel a 22. fejezetben, amikor az Úr azt kéri tőle, hogy vedd a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és áldozd meg nekem Mória földjén. Azt a gyereket, akit én ígértem neked, hogy majd a te a magodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Természetesen itt egyes számban van a mag is, ez Krisztusra vonatkozik. De Ábrahámnak azt az egyetlen egy fiát, akit 100 éves korára kapott az Istentől, föl kellett áldozni, legalábbis ezt kérte tőle az Isten, hogy áldozza fel. És nézzük meg, hogy mit cselekedett Ábrahám. És lőne ezek után az Isten megpróbálta Ábrahámot, és mondta néki, Ábrahám, és azt felelte, én hol vagyok, és mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg a tégő áldozatul a hegyek között. És tudjuk, hogy nem kellett megáldozni a fiát, mert az Isten angyala szólt az égből. És mit mondott neki? És mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. Most már tudom, hogy istenfélő vagy. És nem kedvesztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Az Isten, a szeretet Istene talált áldozatot. Izsák helyett. És ez a kos, amelyik ott fel volt akadva a bozótba, az Jézus Krisztus előképe volt. Ezért mondta Jézus, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, és hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült. Ebben a kosban meglátta a helyettes áldozatot Ábrahám, és megértett valamit abból a szeretetből, és abból a fájdalomból, amit az atya érzett akkor, amikor a fiát, Ábrahám, tehát amikor az atya a fiát odaadta értünk engesztelő áldozatul. Tehát Ábrahám életében is az Isten félelem volt az alap. Még lehetne a 20. fejezetből azt az esetet említeni, amikor Abimélek Sárát elvitte tőle. Abimélek király, Gerárnak a királya, és hát Ábrahám letagadta azt, hogy az ő felesége, és csak annyit mondott, hogy a húgom ő, a testvérem, azért, hogy nehogy meghaljon.
Ezt az esetet dolgoztuk fel a fiatalokkal, többek között Ábrahám életéből. És miért cselekedte ezt Ábrahám? Ezt válaszolta, ezt mondta: bizony, azt gondoltam, nincsen istenfélelem e helyen, megölnek engem és a feleségemért. Tehát Ábrahám úgy gondolta, hogy nincsen ott istenfélelem. Az az a vízválasztó, amelyik igazán megmutatja, hogy hol van a helyes alap. De a zsidókhoz írott levélben felhívom a kedves testvéreknek és vendégeknek a figyelmét az 5. fejezetben, Krisztusra vonatkozóan, egy Biblia versre, amit sajnos a katolikus Szent Jeromos és Szent István társulat fordítása nem ad vissza pontosan. Így viszont nem tudják a hívek, hogy Krisztus hitáltal győzött. Így olvasom, Krisztusra vonatkozóan: az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgatott az ő istenfélelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett, mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Hogy olvastam? Meghallgattatott az ő istenfélelméért. Az előbb említett fordításokban így olvassuk: meghallgattatott az ő hódolatáért. Ebből nem derül ki, hogy Krisztus hitáltal győzött. Láthatjuk, hogy Krisztusnál is az istenfélelem volt az alappillér, és tökéletességre jutott azáltal, hogy ennek mindenkor engedelmeskedett. Az Isten félelemből fakad az engedelmesség, az Isten iránti engedelmesség. És ezek azok a gyümölcsök, amelyek a leginkább hiányoznak a gyülekezeteinkből, kedves testvéreim. Az Isten félelemből fakadó engedelmesség. Úgy látom, hogy az életünkben ez egy nagy hiányosság, vagy legalábbis hibázik. Valódi biblikus Isten félelem, ez vízválasztó minden tekintetben. Nézzük például a példabeszédek könyvében, hogy olvassuk. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. A kevésséget és felfúvalkodást és a gonosz utat és az álnok szája gyűlölöm. Milyen érdekes, összefügg újra a szív, a kimondott szó összefügg azzal, hogy van-e bennünk Isten félelem, vagy nincs. A mondatnak a második részét nem szoktuk idézni. Egy másik fordítás szerint ezt így olvashatjuk: aki féli az Urat, az gyűlöli a rosszat, azaz gyűlöli a bűnt. Ezek alapján fölteszem a kérdést, kedves testvéreim és kedves vendégek. Valóban van Isten félelem a szívünkben? Igazi Isten félelem? Megutáltuk, meggyűlöltük a bűnt, amelynek zsoldja a halál? Csak a valódi Isten félelem fog elvezetni arra a pontra, hogy az ember folyamatosan megrágja és megfontolja azt, hogy mit beszél, mielőtt azt kimondaná. Ez az az alap, amire a megszentelődésünk épülhet. Amit mondtam, az Isten félelem többek között Istenbe vetett bizalmat is jelent. És bizony, Ábrahám életében, Izsák életében, a pátriárkák életében, és sorolhatnánk az Ószövetség profétáit, ott volt az Istenbe vetett bizalom, de mindig egy-egy élethelyzetbe kellett ezt megmutatni, hogy létezik ez az Istenbe vetett bizalom az életükben, vagy nem. És az Isten azért enged meg különböző élethelyzeteket a mi közösségünk életében is, hogy most nem vagyunk egyház, hanem vallási egyesületként, jogilag így működünk, de természetesen egyházként továbbra is. Jó Isten megenged helyzeteket, az intézmények nehéz anyagi helyzetbe kerülnek, hogy lássuk az Isten népe mit cselekszik. Van-e benne igazi Isten félelem? Elmondok egy esetet: az Áron fiunk születése előtt az ultrahangon furcsa dolgokat láttak a feleségem pontosan el tudná mondani Áronnal kapcsolatban, és még genetikushoz is elmentünk. Hát, halált osztó szavai voltak a genetikus szakembernek, és hát én úgy éreztem, hogy hát megtörök ott, hát itt ez egy professzor, hát ő érti a dolgát. És akkor a feleségem annyit mondott: előbb megszülöm a gyermeket, és utána szembenézek vele. Neki volt hite. És hála jó Istennek, a gyermekünk Áron egészséges lett. Egészségesen jött a világra. Azt nem tudjuk, hogy időközben az imák hatására meggyógyult-e, vagy a professzor tévedett. Azt majd az örökké valóságban tudjuk meg. De a különböző élethelyzetekben mutatkozik meg a hitünk, hogy mennyit ér az. Utolsó gondolatként fontoljuk meg, hogy a végidő kereszténysége esetében a vízválasztó
szintén ez lett. Ez lesz az Isten félelem. Ez fogja elválasztani a látszat keresztényeket a valódi keresztényekről. Erről bibliai profécia van Timóteushoz írott második levélben, a harmadik fejezetből így olvasom. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. És ha azt hitted, hogy eddig a világról volt szó, akkor most figyelj. Kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét is, ezeket került. A kegyesség helyén istenfélelem van. Eusabéjász a görögben. Kiknél megvan az istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket került. Inti Pál apostol. Megtagadják annak erejét, az azt jelenti, hogy az istenfélelemben erő van. Akinek megvan az istenfélelem, az ellen tud állni a bűnnek. Mert a Szentlélek ott lakik a szívében. Abban erő van. Az istenfélő ember legyőzi önmagát. Szidalmazván viszont nem szidalmazott, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Például. Nem lesz önmagát szerető, nem lesz pénzsóvárgó, nem lesz kérkedő, hanem alázatos, engedelmes, hálás, tiszta szívű. És az isteni szeretet, az agapé fog lakni a szívében. Kedves testvérem, te melyik csoportba szeretnél tartozni? Azok közé, akik a kegyességnek a látszatával rendelkeznek, a szombatról szombatra eljönnek az Isten tiszteletre, és közben élik a maguk életét az Isten nélkül, vagy pedig akiknek valódi istenfélelem lakozik a szívében. Mert Krisztus azért hallgattatott meg az ő istenfélelmét, amikor az atyához szólt. És Ábrahámnak is igazi istenfélelem volt a szívében, Nehemiásnak, Józsefnek is, én még sorolhatnánk. Visszatérve az alapigénkhez, amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Talán még Jakab apostol leveléből egy biblia verset felolvasok, mert ide kívánkozik. A harmadik fejezet második versét. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Aki a beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Gondoljatok arra, testvéreim, amikor János apostol látja a 144 ezret látomásban, ami még a jövendő, Krisztus királyi széke előtt állni, ezt mondja velük kapcsolatban. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Tehát parázna asszonyokkal, olyan egyházakkal, akik a Bibliától eltérő tanításokat tanítanak. Ezek azok, akik követik a bárányt, követik Krisztust, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. És most figyeljetek, és az ő szájukban nem találtatott álnokság. Az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Ilyen magasságokba akar elvezetni az Úr. Mert arra vágyik, hogy teljesen hozzá legyünk hasonlóak. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett minket, de azt akarja, hogy abban magasságban minket felemeljen, ahol ő van, az ő tisztaságát, az ő nagyságát, az ő szentségét, az ő intelligenciát, mindenét nekünk akarja adni. Mert az Isten a szeretet. Elhiszitek ezt, testvéreim? Az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Gondolj, ne felejtsük el, hogy amikor szájból kijönnek, azok fertőztetik meg az embert. Ha Jóisten adjon nekünk kegyelmet, hogy megtanuljunk hallgatni akkor, amikor hallgatni kell, és szólni akkor, amikor szólni kell, és adjon bölcsességet, hogy a kettőt tudjuk megkülönböztetni egymástól. Az Isten kegyelme kísérje beszélgetéseinket ma délután is. Szeretettel várunk mindenkit. Erre az alkalomra. Amen.